Mit mondtunk? Na, megyünk? Az a helyzet, hogy akkor most mi a SUV? SUV a Touareg, a Tiguan, a T-Roc, meg a T-Cross is? Igen. És most a legkisebb mellett, a T-Cross mellett állunk, ami hát SUV, de nem. Tehát, hogy igazán a városi terepjáró, de nem terepjáró. Szerintem ez egy városi crossover, ami kicsit magasabb, kicsit robosztusabb, mint mondjuk egy póló, de alapvetően nem sokkal nagyobb, viszont szerintem egyedibb, vagányabb. Nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál. Nem érzed azt, hogy megerőszakolták és összenyomták és tették rá az elemeket. Szerintem élőben a fotók után még ütősebb, mert még kevésbé érezni azt, hogy ez egy 4,1-2 méteres autó. Megint hívogatnak. Zenél az autó! De most miért nyitott ki? Hát egy azért ütlet, nyitom ki, kapcsolva. Hogy ide fel tudjak állni, és ezt így megrángassam, mert ilyet csomagtartót, akármennyire SUV volt mindegyik, amiket előtte próbáltunk, tehát a legnagyobb Volkswagen SUV-októl egészen a legkisebbekig, nem láttam. Egy pólóval összehasonlítod, ami szinte ez a kategória, vagy akár egy golffal, ami nem kombi, azon nincs, ezen viszont van. Aha. És akkor csak kereszttartót veszel, és mehet rá a bicikli, vagy a nagy tetőbox, amiben mondjuk már belefér a gyerekek cucca. Na és neked ez tetszik? Ez az aerodinamikai elem? Igen, mert így még senki nem nevezte. Mármint, hogy nevezték így gondolom, meg leírtánk, csak én még így nem hallottam el. Na nem tudom, most találtam ki, de igazából ez arra hivatott szerintem. Egy az, hogy csökkenti a légellenállást, mert ugye itt kavarodna vissza a levegő, és akkor ezzel a fogyasztás. Meg lehet, hogy a hátsó ablakot is tisztában tartja, bár ebben nem vagyok biztos, de ha lenne nálam egy sor, akkor azt feltehetném ide. Volkswagen 1000-es TSI, ilyen három hengerrel van benne, hogy ez az 1000-es motor 95 lóerővel érhető el a belépő modellnél, 5 sebességes váltóval, aztán a következő szint az a 115 lovas, 6 sebességes manuális váltóval, vagy 7 sebességes DSG-vel, ami ugye automata. Inkább dobozforma, mint íves, ezért jól belátható a karosszéria. Egyedül mondjuk ott a hátsó kis a C-oszlopnál hiányzik egy pici kis ablakbetét, de jól átlátható így is a kaszni, és könnyű vele manőverezni, abszolút városi autó. Ugye két felszereltség van, és a nagyobbhoz már 17-es kerekek vannak, ez pedig 18-as, mert ez még jobban felszerelt. Hát a 17-essel is nagyon jól néz ki, de a 18-assal meg így. Hát engem kicsinek néz ki ez a csomagtartó. Hát azért, mert megtévesztő, ugyanis ez ugye dupla padlós, így nem olyan nagy, mert ez egy ilyen kompakt, mit tudom én, 350 körüli maximum. Egy kis autónál nagyobb, hát úgy tudunk nagyobbat csinálni, ezek még elférnek, nézd. Ha ezt ki is tudom venni, akkor ugye ide még alá tudok pakolni, vagy hogyha nem lenne ez a Beats Audio Hi-Fi benne, ennek a mélyládája és erősítője, akkor egyen lejjebb tudnánk tenni a padlót, és akkor rájön még egy 80-90 liter. Ha meg a padlólemez is lukas lenne,
akkor még mi is beférnénk állva. Hát ugye az, ami érdekes ebben a műszerfalban, ugye ez az új Volkswagen-nél már láthattuk, sőt Audi-ban is előfordul, ugye be van teljesen integrálva a kijelző, ugye kicsit magasabb az egész pultnak a kialakítása. Ez szerintem nagyon korrekt, tehát dizájnban, használatosságban. Ami ugye új, hogy nagyon tetszik ez a bordázott minta, ugye a nem annyira kedvelt zongora lakkot feldobták, és ebből több verzió is elérhető, akár így az egész megkapja ezt a mintát, egy másik fajta mintát, az egész betét. Szerintem elég fiatalos és könnyed stílus kölcsönöz így a belsőnek. Ami most a Volkswagennél nagyon most már kiterjedt, az a vezetést segítő, támogató rendszerek sora, amiből nagyon sok ebbe is elérhető, például adaptív tempomat már alapáron benne van, tehát követi az előttünk levő sebességét, amellett, hogy beállítunk mi egy sebességet, amivel szeretnénk haladni, de hogyha előttünk fékeznek, akkor ő is fékez. Na, mi a véleménye, Roland? Nem én vezettem. Én vezettem. Utaztál benne. Utasként jó. Szerintem kellemes járgen. Szerintem korrekt a futómű, annak ellenére, hogy egészen peres gumik vannak rajta. Belül tök tágasnak tűnik, meg kényelmesnek. Tehát én most a kényelmi szempontokat néztem. Nyilván a vezetés élményt azt ott kellett volna átélnem a te helyeden. Meg az, hogy így külső nagyon tetszik. Nagyon sok olyan csomag van, amiben nagyobb képernyőt tudunk beletenni, akár még nagyobb kereket, ami ezen az autón van, vagy különböző hangulatokkal tudjuk feldobni az autót, belső hangulatfényekkel, különböző kártitokkal és betétekkel. Money, hát 5,8 az indulóár, ugye 95 lovas, ez a listár, és egy olyasmi, amivel mi ülünk, tehát ami már az erősebb motor, jobb felszereltség, az meg olyan 6,5 körül van.